A záró rendezvényen elsőként Németh Zoltán a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket, aki elmondta, van még forrás, lehet még pályázni év végéig. December közepéig még egy 10 milliárdos csomag rendelkezésre áll. A projekt 2017. július 1-től 2019. október 31-ig tartott, az összköltségvetés pedig mintegy 470 ezer euró volt. A projektnek a lényege az leginkább abban egy mondatban összegezhető. Segítsük elő az együttműködést a határ két felén, a Csallóköz és a Sziget közi különböző intézmények között, amelyek a természetvédelem, környezeti nevelés, ökoturizmus, régió térségfejlesztés témában érdekeltek. Dr. Pető Péter a Szigetköz Naturpark Egyesület elnöke, valamint a projekt vezető partnere, a Fertőhanság Nemzeti Park igazgatóság igazgatója is köszöntötte a partnereket és az érdeklődőket. Ezután a projekt résztvevőinek beszámolója következett az elmúlt időszakban megvalósult természetvédelmi tevékenységekről. Elsőként a Fertőhanság Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy az egyik legfőbb céljuk a Szigetközi Naturpark létrehozása volt, mely most már másfél éve létezik. Ezzel párhuzamosan zajlott a Csallóközi Nemzeti Park elindítása is, melyről Pacsenovszky Sámuel beszélt a szlovák természetvédelmi hatóság részéről. Nagyon pozitív, hogy végül is egy terv elkészült, és ha lesz rá lehetőség, akkor már lesz mire alapozni a megvalósítást. Mosonmagyaróvár város önkormányzata képviseletében a Futura élményközpont vett részt aktívan a pályázatban. Környezeti nevelés programokat biztosítottunk Szigetközi és Csallóközi gyerekeknek, iskoláknak. Ennek kapcsán készült egy mobil kiállításunk, ennek egy része például a nagy sikerű kalandobozunk, élőhelyeket fedeznek fel a gyerekek, táplálékláncokkal ismerkednek, és a Szigetköz és Csallóköz kialakulásával. A határon túlról a Somorjai Régiófejlesztési Ügynökség is részt vett a projektben. Ők a környezeti nevelés célzatával a Duna geológiáját állították a középpontba. Van egy ilyen kiállításunk sok kővel, ősmaradvánnyal, fúrás szelvényekkel, stb. És akkor ezen keresztül próbáljuk magyarázni, hogy általában a fiataloknak, hogy milyen kavicsok érkeznek, honnét érkeznek, miért vannak ott, miért vannak itt, mi van a talpunk alatt, egész a vulkán, egykori vulkánokig. És utána pedig nagyon sok ilyen terepi foglalkozásunk volt kint. Végül a Pisztránkör Egyesület képviseletében Fűszfa Zoltán számolt be egyebek mellett arról, hogy létrehoztak egy 8 személyes napenergiával működő hajót, létrejött egy interaktív kiállítás az ártéri erdőkről, valamint egy Csíbor Labor névre hallgató mobil vízvizsgálati eszköz is segíti ezentúl a munkájukat. Több olyan programunk volt, melynek során például tanárképzős egyetemisták érkeztek Dunaszigetre, és ismerték meg a környezeti nevelésnek azokat a fortéjait, amivel ők még közelebb tudják. Tehát nem tankönyv szagúan, nem akadémikusan közelebb hozni a gyerekekhez a természetet. A pályázat keretében a projektpartnerek 174 határon átnyúló rendezvényt szerveztek meg, csaknem 2500 szlovák és magyar résztvevő közreműködésével.